A kellemes őszi idő is hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok láthatóan élvezték a döntően csapatmunkára, összefogásra ösztönző ügyességi versenyszámokat. A feladatokat úgy állították össze, hogy a tanulók egy esetleges éles helyzetben egy katasztrófa elszenvedőjeként vagy annak a helyszínén a gyakorlatban is kamatoztatni tudják majd a tanultakat. A játékos feladatok között a zsákbafutás épp úgy ott volt, mint a nehéz, hővédő ruhába időre történő beöltözés. A helyi intézmények mellett több csapat érkezett vidékről is, például a szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskolából 8 iskolás ügyeskedett. Nem nagyon gyakoroltunk, de rendben vagyunk igazából. 8-an jöttünk a szakmári iskolából igazából, ez két csapat, egy fiú és egy lány. Egy akadálypályán végigmentünk, ahol egy gerendán átmásztunk így egymáson, majd konzerveket vittünk egy ilyen gerendán, ennyi volt eddig igazából, és taliskába toltuk a egyik játékosunkat, miközben plüss állatokat szedtünk össze. Azt tetszett eddig. Eddig szerintem ilyen középszerűek vagyunk igazából. Egész jó a csapat. A katasztrófa védelmi ifjúsági versenyeknek több mint egy évtizedes hagyománya van. Sajnos a Covid miatt meghiúsult az elmúlt években a programsorozat. Két évig elmaradt ez az országos rendszerű verseny. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, a Bács-Kiskun megyei Polgári Védelmi Szövetség nevében beszélve, hogy igenis támogatni kell az ilyen jellegű rendezvényeket, mert van rá igény. Tavaly volt itt Kalocsán is, Baján is, és idén is van Kalocsán, és minden erőforrásunkkal, ami rendelkezésre áll, támogatjuk az ilyen jellegű versenyt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ifjúságnak a felkészítése, nevelése területén valamit hozzá tudjunk adni, valami értéket. A gyerekek az iskoláikban és a helyszínen megszerzett elméleti tudásuk mellett az ügyességükről, probléma megoldó képességükről és találékonyságukról is számot adtak, de a csapatban való gondolkodás is fontos szempont volt. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben a korban kell elkezdeni azt a fajta tanítói tevékenységet és bemutatói tevékenységet, hogy egy olyan veszélyhelyzetben, ami őket körülveszi, ismerjék meg azokat a módszereket, felszereléseket, amit alkalmazva egy élethelyzetben sikerül neki kilépni ebből, és sikerül a veszélyhelyzetet túlélni. Titkos célunk ez is, hogy kicsit belekóstolnak, és lehet, hogy utána ezt megszeretik, esetleg tovább tanulnak, utána néznek, és nyitva áll a lehetőség arra, hogy ugye akár a közszolgálati egyetemre tovább is tudjanak tanulni ezen a területen. A 13 órakor véget ért, kitűnően megszervezett, gördülékenyen zajló verseny eredményhirdetésén kiderült, középiskolás kategóriában az első helyezést a Bajai Szakképzési Centrum, Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium 11. évfolyamos ászok csapata, a második helyezést a Dózsa 10. évfolyamos Bajos Csajok csapata, míg a harmadik helyezést a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Technikum Életmentők csapata érdemelte ki.